A két válogatottal felálló horvátok kezdték jobban a mérkőzést, az első játékban 19 en nyerték a vendégek. A második szetre feljavult a fátum 25-18-al egyenlített Hollósi László együttese. A harmadik játékrész szintén 25-18-al zárult, csak ezúttal a Zágrábia körülhettek. A negyedik játszában kapaszkodott a házigazda, aminek meg is lett az eredménye, 25-21 után ismét egyenlő volt az állás. A döntőszet közepéig fejfej -fej mellett haladtak a csapatok, aztán ellépett ellenfelétől a Nyíregyháza, amely sikerével 3-2-re megnyert a párharc első felvonását. Megtévesztő az, hogy, hogy ugye a zágrábi csapatban nincs egy darab légiós sem, viszont két horvát válogatott játékossal rendelkeznek, illetve hát hogy úgy mondjam, talán irigykedve nézhetünk arra a programra, amit a Mladoz csinál, épp a vezetőikkel beszéltünk, hogy 400 gyereket nevelnek, és egy olyan rendszerben, hogy gyakorlatilag 14 éves korba szelektálnak, ezt megmondják előre a szülőknek, hogy, hogy csak a legtehetségesebbekkel fognak foglalkozni. És látszott is ez, hogy ezek a úgymond fiatal lányok, azért ezek már 20-21-22 éves lányok, de ezek a motivált játékosok, és tényleg úgy jöttek ide, hogy megmutassák a legjobbjukat. És eh, amit én láttam videón, az be is igazolódott, ez egy nagyon összeszedett, és én úgy gondolom, hogy, eh, hogy igenis ez egy nagyon jó kis csapat. A nyíregyháziak az előző körben idegenben is győzni tudtak, így a zágrápi visszavágóra is a továbbjutás reményében utazik majd Hollósi László együttese. Erről nem beszéltünk nagyon a mérkőzés előtt, azért én egy-két játékost pihentetni akartam. Nyilván ez így furcsán hangzik, hiszen azért egy nemzetközi mérkőzés fontos, de azt látni kell, hogy azért vannak kisebb sérülések, amik nem olyan nagyon súlyosak, de vigyázni kell a játékosokra, mert különben krónikussal válhatna. Úgyhogy már ennek a fényében egy-két alapembert nem is mozgattunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a Kinti mérkőzés nem lesz egyszerű, de hát oda már azért szeretnénk teljeskedni menni. Nyilván ez a jó Istentől is függ, hogy, hogy a játékosok addig ne sérüljenek meg. A CEF Kupa 8 döntő visszavágóját február 5-én rendezik Zágrában. Addig szombaton Újpesten bajnoki meccsen, jövő csütörtökön hazai pályán a Jászberény ellen Magyar Kupa mérkőzésen, jövő vasárnap pedig a Békis ellen egy újabb hazai bajnokin lép pályára a Fátum